Márciusban elindult az OTP Bank intézményi bozsik program a Hódmezővásárhelyi óvodákban, amelyben 8 intézményből 120 kisgyermek kapcsolódott be. Ma délelőtt a Városi Stadionban a kezdeményezésben résztvevő óvodásoknak fesztivál keretében biztosították a sportolás lehetőségét. A Hódmezővásárhelyi Futballklub úgy döntött, hogy az egyesületi bozsik programját próbálja kiterjeszteni intézményi szintre is. Ennek első lépcsőjeként néhány hete 8 óvodai tagintézményben indult meg az OTP Bank intézményi bozsik program Hódmezővásárhelyen. Ahogy említetted, több mint 100 gyerek van itt. Ez az első olyan fesztivál, ahova az összes résztvevő gyereket összehívtuk, kihoztuk szervezett keretek közt ide a Városi Stadion műfős pályájára. A 45-50 perces játékos foglalkozás feladata az volt, hogy az egyesületi szintű futball felé terelgesse a gyerekeket. De ha a kicsik csak a rendszeres mozgást szeretik meg, a program már elérte a célját, tette hozzá Horváth Zoltán, a HFC elnöke. Mert tudok tikitakizni, hát vezetni a labdát bóják közt, ja, hát is még ennyit tudok. A foglalkozásokat hétről hétre utazó edzők tartják, így a program legnagyobb előnye, hogy a szülők számára semmilyen kötelezettséggel nem jár, hiszen az ingyenes edzéseket a futballklub szakemberei óvodaidőben tartják.